jelenet sor. Rám támad egy fantomkép, azt kérdezi bánom még, hogy szívem jobban nem őrizték, mert akkor lehet, hogy nem futnék utánat. Szilánkokból épül a bánat és támad, ő az árnyat. Szakadjon a kép. Őrületben zúgtak a fákon, a levelek a csendben, de reggel van, és felébredtem, a kezemet nyújtom. A szerelem karcol, régóta úton, de ez az én harcom. Vendégem a Létenszi zenekarból, Tomi, szia! Szia, szia, örülök, hogy itt lehetek. Kezdjük is az első sorral, földön járó égi lény. Hát én itt egy angyalra gondolnék azonnal, viszont az előző dalotok címe volt Angyal. Mi az összefüggés a két dal között? Ez tudatos, hogy véletlenül alakult így? Hát tudatosnak semmiképpen nem mondanám, inkább egy olyan véletlennek, hogy én megírtam az Angyalnak az első verzét, és Andi elkezdett gondolkozni azon, hogy tudná ezt továbbírni, további ötleteket hozzátenni, de nem tudott vele teljesen azonosulni. És hát volt az, amikor az a pillanat, amikor jött egy ötlet, és azt mondtam, hogy ez nagyon jó, de ez egy másik dal. Tehát gyakorlatilag az Angyalt akarta továbbírni, csak lett belőle egy új dal. Ugye Andi most nincs itt, és nagyon érdekes, hogy azt mondtad, hogy nem tudott ezzel azonosulni. Ilyenkor te hogy fogadod ezt a kritikát? Mennyire könnyű köztetek a munka? Olykor mondjuk összetudtok veszni, mert én azt gondolom, hogy egy művészember azért nagyon érzékeny, és az, hogy valaki nem tud azonosulni az én gondolataimmal, az rettenetesen nehéz, vagy tényleg abszolút könnyen megy, elfogadjátok a kritikát, és azon dolgoztok, hogy minél jobb legyen egy dal együtt. Én azt gondolom, hogy az alkotásban az őszinteség nagyon fontos, tehát ezt mind a ketten így érezzük, hogy amikor jön egy feedback a másiktól, nem azt mondta, hogy rossz a dal, vagy hogy nem jó, csak hogy nem tudjuk így tovább vinni, hanem akkor nézzük meg, hogy mi az, ami kijöhet belőle. És általában azt mondom, hogy inkább én szoktam engedni, de az együttműködésre törekszünk. Ennek a dalnak a címe Tánc a napsütésben. Ez nekem nagyon pozitív, mégis egy kicsit komornak érzem ezt a dalt. Ez hogy alakult így? Igen, hát ugye ennek a szövegét Andi írta végig, tehát ez az első olyan dalunk, ami megjelent, aminek a szövegét végigírtam, általában ez ilyen felesben szokott megtörténni, és ez a Tánc a napsütétben igazából egy vágy a dalban, hiszen ez egy komor dologról szól, egy olyan nem teljesült szerelemről, vagy egy olyan vágyról, amikor szerelmesek szerettünk volna valakibe lenni, de a másik nem szerette volna, és akkor inkább hagyjuk ezt az egészet, és csak táncra vágyunk egy napsütésben, tehát igazából ezért maradt benne, és szerintem szép ez a kettősség a dalban. Klippet is készítettetek ehhez a dalhoz. Kinek köszönhető ez a képi világ, amit itt most bemutattatok nálunk? Ezt Makvata volt a rendező, és ez volt az első olyan klippünk, ami igazából így nagy stábbal készült, ugye eleinte hát mi csináltuk úgymond saját tudásunkból, hiszen Andi fotográfiát tanul, és akkor mi ezt közösen meg tudtuk csinálni, és ezt mi nagyon élveztük, hogy itt egy Volt nehéz elengedni ezt? Mert hogyha eddig ti csináltátok, akkor én azt gondolom, mert úgy is van, hogy akkor ti voltatok a főnökök, minden a ti kezetekben volt, és akkor az összes felelősség a ti vállatokon. Nem volt most ezt nehéz átengedni másnak, elengedni az irányítást? Rátapintottál, tehát... Melyikőtöknek nehezebb, neked vagy Andinak? Andinak, mert ugye ő a szakmabeli, tehát korábban ugye volt, hogy a kezembe adta a kamerát, és én, hogy kamerázzam őt, tehát hogy ennyire, de nyilván én nem értek hozzá, akkor rájöttünk, hogy kell hívni mást. Neki nehéz volt, de utána szintén sikerült egy közös együttműködést megtalálnunk, tehát ebből mi is tanulunk. A zenétekben pedig nagyon érdekes, a pop elemeket vegyítitek a trappel, és akkor olykor egy klasszikus hangszer is bekerül a képbe, most például a cselló, ez már a kezdetekkor is koncepció volt, vagy hát ahogy telik az idő, úgy próbáljátok még különlegesebbé tenni a hangzást. Igazából szeretnénk minden olyat beletenni, amihez mi értünk, amit mi tudunk, és például Andinak volt az a tudása, hogy ő 13 éve csellózik, és amikor ez a dal született, ennek a hangulatába éreztük, hogy a cselló nagyon jól passzolna, és úgy éreztük, hogy különleges lehet kipróbálni, hogy a kísérletezünk egy treppes, poppos világba beletenni egy csellót, tehát igazából így jött ez az egész, adta magát a tudás, hogy ezt beletegyük a csellót. Most megjelent ez a dal, és ugye itt ez a klip, de hát muszáj megkérdezni, hogy mi a helyzet a következő dalokkal, ott merre szeretnétek kísérletezni, mi az a rejtett tehetség, amit még nem mutattatok meg senkinek, amit még nem mondtatok el senkinek?
Most van egy ilyen ötlet, hogy a handpan megtetszett nekünk, hiszen ismerősi körben konkrétan Andi bátyja handpaneket készít, és ugye az az a hangszer, hogyha a nézők nem ismernék, amilyen UFO alakú és ilyen lélekhangokat ad ki. Igen. És hogy ezt milyen érdekes lenne egy dalba beletenni, egyelőre gondolati szinten van, de szerintem lesz egy ilyen dalunk. Egyébként azon rendkívül nehéz játszani, azt nem tudom, hogy tudjátok-e. De hát megtanuljátok. Igen, én megpróbáltam már, számomra elég nehéz volt, de Andi már próbálkozott, neki már egész jól megy. Mondhatjuk azt, hogy akkor az utóbbi pár hónap, ez a különlegesebb időszak nektek így az önfejlesztéssel, akár gyakorlással, zenei gyakorlással, hangszeres tudással és az új dalok írásával tehát? Abszolút, illetve azzal, hogy egy zenekart szedünk össze, mert egyelőre ez egy két fős formáció, de szeretnénk, hogy nagy zenekarként is meg tudjunk mutatkozni majd a közönségnek, ha majd lehet, és ez épül, tehát már úgy alakulnak, hogy kik lesznek a tagok, még nem árulnám el, de hogyha meg vagyunk, majd mindenképpen bemutatjuk. Akkor meg visszajöttök hozzánk, és reméljük, hogy minél hamarabb majd koncertezhetek. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél. Én is nagyon szépen köszönöm.